társas táncoktatás folyik a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc általános iskolában, idén kiváló minősítéssel. Bár zeneművészeti ágban nem indult csoport, a nemzetiségi néptáncot egy, társas táncot pedig minden egy tagintézményben oktatnak. Ezek az ágak kaptak most kiváló minősítést. Ez azt jelenti, hogy már az idén ősszel a társas táncos, illetve a tánccsoportok finanszírozására az önkormányzat igénybe tudja venni a teljes normatívát ezek után a tanulók után. A minősítést egy szakértői bizottság végzi, egy minisztériumtól is független szakértői bizottság, és megnézi a szellemi és tárgyi feltételeit tulajdonképpen az oktatásnak, és ebben a maximálistól azt hiszem egy pont került levonásra, tehát kiválóra minősítették az intézményt. A társas tánca már meglévő néptánc mellé tavaly új tanszakként került a művészeti oktatásba. Ha új művészeti ágat indítunk, akkor egy évig bizony minősítés nélkül kell dolgoznunk, és egy év után lehet kérni a minősítési eljárást. Ebben az évben már lehetőséget kaptunk arra, hogy a tánc szakágat is minősítessük. Így az új belépő tanszakot, a társas táncot kellett megnéznünk, mind szakmai, mind tárgyi feltételekkel. Az új kolléganőt vizsgálták, orrlátogatást néztek, végignézték a helységeinket, hogy hogyan állunk a termekkel, hogyan vannak elkészítve, alkalmasak-e művészetoktatásra. A művészeti vezető azt is kiemelte, nem csak az intézménynek fontos a minősítés eredményeként a több támogatás, hanem azoknak a gyerekeknek is, akik csak így tudnak táncot tanulni. Fontos, hogy a megfelelő minőségi munkáért a maximális összeget tudjuk lehívni. Azonban tervek szerint a jövő évi költségvetésben pont ezt az összeget kívánja a kormányzat kétharmaddal megutírtatni. Én akkor azt gondolom, hogy ennyi sok tehetséges gyerek, aki ezekben a termekben dolgozik, el fog esni ettől lehetőségtől, és iskolákat kell majd bezárni, művészetoktatásokat kell majd megszüntetni. És ez roppant káros volna, amikor ma a gyerekeknek mind a mozgásában, mind a kultúrában fejlődés jelentene ez, hiszen tudjuk, hogy az alapoktatásban az énekórák száma, a készségfejlesztő tantárgyak száma mennyire. Thank you.